Köszöntöm Önöket, a fogadórát látják. Megkezdte őszi ülésszakát a parlament. Mai vendégemmel a beszélgetés keretében az előttünk álló legfontosabb területeket fogom sorra venni. Üdvözlöm a stúdióban Dunai Mónikát, Rákosmente országgyűlési képviselőjét. Jó napot kívánok, köszönöm ismét a meghívást, tisztelettel köszöntöm Önt is, és a rákosmenti nézőket is. Mielőtt azonban beszélgetnénk a parlamentben történtekről, idézzük fel október 13-át és az önkormányzati választásokat, amelynek keretében itt Rákosmentén a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje Horváth Tamás győzedelmeskedett. Ez ön szerint garancia lett arra, hogy folytatódik az az út, amelyet Ryz Levente polgármester úr megalapozott az elmúlt évek során? Hát erre nagyon röviden lehet válaszolni, határozott válaszom az, hogy igen. Ez garancia, nem csak Horváth Tamás személye, aki Ryz Levente polgármesternek 13 év közvetlen munkatársa volt, hanem a képviselőtestületben is az az erő adja a többséget, hiszen a rákosmentiek többsége azt az erőt választotta meg, akik a Fidesz-KDNP pártszövetségből kerültek be önkormányzati képviselőként. Az egyéni 14 önkormányzati körzetből 13-ban győzedelmeskedtek jelöltjeink, de természetesen nem csak nekik, hanem az egész rákosmenti önkormányzatnak és képviselőtestületnek kívánok nagyon sok sikert, és gratulálok minden megválasztott jelöltnek. És azt kívánom, hogy az a fejlődés továbbra is töretlenül menjen, ehhez azt gondolom, hogy minden adottságunk megvan. Eddig is jól tudtam én magam országgyűlési képviselőként is dolgozni Ryz Levente polgármester úrral és az akkori képviselőtestülettel, és ez most ugyanígy folytatódni fog. Én azt gondolom, hogy úgy tud fejlődni egy város, hogyha az önkormányzatában is olyan elhivatott helyi emberek dolgoznak és képviselik a rákosmentieket, akik minden problémáról tudnak, akik érzékenyek, akik az emberek között itt élnek, és nem az egymás mocskolása és a trágár beszédről kell a képviselőtestületek üléseiről beszámolni, hanem arról, hogy milyen fejlesztések várhatóak, mit tudnak csinálni, és mit tudunk közösen tenni. És hogyha ez ahhoz hozzájárul, hogy én országgyűlési képviselőként különféle állami forrásokat tudok kilobbizni, vagy sürgetni, vagy a döntéshozó társaimat rávenni, akkor azt gondolom, hogy ez így együtt csodákra tud rávilágítani, és csodákra lesz képes. Most is nagyon sok olyan fejlesztés van előkészületben, vagy még csírában, vagy éppen már az első kapavágás előtt, amelyeknek most már látható lesz a gyümölcse. Hogyha azt nézzük, akkor itt jelen pillanatban épül a Makovec templom, elindult az 5 éves útaszfaltozási program, amelynek végeredménye az lesz, hogy néhány év múlva nem lesz sem Rákosmentén, sem Budapesten egyetlen földút sem. Emellett természetesen folyamatosan újítjuk fel a már meglévő aszfalt útjainkat, tehát ez nem vagylagos, hanem ez egymás mellett futó történet. És hát amire nagyon-nagyon vártunk, a kulturális központunk, a rendezvénycsarnokunk, ez most zöld utat kapott, elhárult a legutolsó akadály is, és hamarosan Horváth Tamás polgármester úrral be főjük jelenteni az alapkő letétel időpontját is. Én abban bízom, hogy amikor felépül itt a kerület központjában ez a kulturális szórakoztató központ, amelyben sportrendezvényektől kezdve szalagavatókon át koncertek, nagyon sok minden helyet fog tudni kapni, hogy a helyiek, a rákosmentiek érdekét fogja szolgálni, és lesz egy csomó olyan rendezvény, ami miatt nem kell bemenniük a városba, a fiataloktól kezdve a nyugdíjasokon át mindenki előszeretettel fogja használni, legalábbis ez a célunk, és ezt reméljük. Nagyon nagy szükség volt már rá. Majdnem 90 ezres kerületnek nincs olyan közösségi tere ma még, ahol 400-500 embernél több is elfér, de pedig ugye 1500 fő fog tudni majd bejönni. És a zöld felület megmarad, úgyhogy nagy reményekkel és nagy várakozással tekintünk a
az építkezés elé. Itt az utolsó zöld lámpa az az volt, hogy amikor már évekkel ezelőtt ezt a forrást megítélte a kormány a kerületnek, azóta még emelkedtek az árak, és az utolsó az volt, hogy a kormány úgy döntött, hogy a fennmaradó részt, amiben többe kerül, megítéli. A közbeszerzés is lezárult, úgyhogy most már tényleg indulhat az első kapavágás. De iskoláink bővítésére várunk, két iskolánk pályázik arra, hogy férőhely kapacitás bővítsünk, a Gregor és a Körösi, reméljük, hogy ezek is el tudnak indulni hamarosan, és nagyon nagy erővel tárgyalunk az uszoda bővítésről, amely nem csak az uszodát, hanem egy modern strandot fog majd eredményezni. Úgyhogy céljaink bőven vannak, és ezt így közösen az önkormányzattal, állami segítséggel igen jó esélyeink vannak, hogy meg is tudjuk valósítani. Rákosmente fejlődése tehát garantált, és a kerületi teendők mellett ugye nagyon sok és rendszeres megjelenése van a parlamentben is. Folytassuk akkor az őszi ülésszakkal. Ugye Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a következő időszak itt leghangsúlyosabb területe a gazdaságvédelmi akcióterv és a családvédelmi akcióterv lesz. Milyen intézkedések várhatóak ezekkel kapcsolatban? Hiszen, hogyha a családvédelmét nézzük, akkor ez nagyon népszerű a már meglévő intézkedések. A gazdaságvédelem tekintetében pedig itt a legdinamikusabban fejlődő országok között vagyunk az Európai Unióban jelenleg is. Így van, mi nem csak a kampányokban hangoztatjuk, hogy a gazdaságot meg kell erősíteni, az adókat folyamatosan csökkenteni kell, és a béreket pedig hát a meglévő büdzséből természetesen, de folyamatosan emelni, meg az, hogy a családok az első, tehát a család az első, ezeket még egyszer hangsúlyozom, nem csak a kampányokban hangoztatjuk, hanem ilyennek megfelelően politizáltunk eddig is, most is, és a jövőben is erre számíthatnak a rákosmentiek is, és Magyarország minden egyes polgára. Valóban olyan intézkedéseket hoztunk meg nyár elejétől, amelyek még magunk számára is néha meglepőek, hogy mennyire nagy volt rá az igény, a kereslet, és mennyire beindította akár a fiatalok között a családtervezést, akár a házasság ösztönzésre is pozitívan hatott. Olyan sokan nem kötöttek még házasságot egy hónap alatt az utóbbi időben, mint most augusztusban az idén. Én azt gondolom, hogy ezek jó leső bizonyítékok arra, hogy valóban azok a könnyítések és azok az intézkedések, amelyeket hozunk akár a gazdaság területén, akár a családvédelem területén, azok szükségesek, és az emberek kedvelik, és nagyon nagy előszeretettel veszik igénybe. És ahogyan említette ön is, valóban nem állunk meg. A nyári intézkedések, tehát a babaváró támogatás, a nagy családosok autóvásárlási kedvezménye, a bölcsödefejlesztési program, vagy éppen a használt lakásokkal való tehát könnyítése a csoknak, ezek után újabbak fognak következni január 1-től. Január 1-től teljesen megszüntetjük az SZIA kötelezettségét azoknak az édesanyáknak, akik 4 gyermeket neveltek, és ez nagyon fontos, hogy nem csak a saját gyermek, hanem ha valakinek 4 örökbe fogadott gyermeke volt, akiket a saját háztartásokban legalább 12 évig neveltek, gondoztak, rájuk is kiterjed ez a kedvezmény. A nagyszülői gyed lehetősége is szintén január 1-től fog életbe lépni, és ezek azok az intézkedések, amelyekről már döntöttünk eddig, és amelyekre már a költségvetésbe, az idejében és a jövő évében is már beterveztünk. És ezek után még újabb lépések és újabb jó hírek várhatók majd. Ezeknek a kidolgozása van most folyamatban, tehát nem állunk le a család támogatási rendszer, nem egy befejezett folyamat. Reméljük, hogy azt a célt, amit kitűztünk magunk elé, hogy a demográfiai helyzeten tudunk javítani, és a gyermekszületés számot tudjuk emelni, úgy, hogy az ne legyen teher a családoknak. Ezt reméljük, hogy egy elég hosszadalmas
időszak alatt, nem egy-két év alatt, de reméljük, hogy ezt el fogjuk tudni érni. De ilyenkor hadd mondjam el azt is, hogy nem az egyetlen eszközünk a gyermekszületések számának a növelése abban, hogy a demográfiai fordulatot végrehajtsuk, hanem arra is párhuzamosan törekszünk, hogy minél tovább éljenek aktívan és egészségben a magyar emberek, és így aztán erre a két dologra kell fókuszálnunk folyamatosan. Ezért van például az Egészséges Budapestért program is, amelyre mi megint csak nagyon készülünk, hiszen a kerületi szakrendelőnk végre már nem csak kívülről, hanem belülről is, szakmai ellátottságában, eszközeiben is, és kapacitásában is meg fog tudni újulni. Én azt gondolom, hogy ha ezeket végrehajtjuk, akkor azok a rákosmentiek javát fogják szolgálni. Természetesen nagyon sok mindent lehet, meg kell is csinálni, de ezek azok, amelyeket már most látunk, aminek már megvan a fedezete, és amelynek már a kidolgozottsági szakaszai már olyan szinten állnak, hogy előbb-utóbb már csak azt fogjuk látni, hogy megvalósult. A másik terület pedig, hogy már korábban ugye említettem, a gazdaságvédelem, és itt mindenképpen párhuzamba hoznám azt, hogy ugye már elfogadták a 2020-as költségvetést. Ezen területen milyen intézkedések várhatóak? Így van, a gazdaságvédelmi akciótervnek a lényege az, hogy folyamatosan a vállalkozásokat terhelő adókat csökkentsük. Január 1-től is újabb csökkentés következik, meg egyszerűsítés nagyon sok adónemben. Hogy csak két példát említsek, amelyet sokan igénybe vesznek, ezek egyik a kisvállalkozók adója, a KIVA, az további 1 százalékponttal csökken január 1-től, és a szociális hozzájárulási adó, az úgynevezett SZOCHO, pedig 2 százalékponttal csökken január 1-től. Nagyon-nagyon fontos, hogy olyan mértékben terheljük csak a vállalkozásokat adókkal, ami egy olyan egészséges egyensúlyt ki tud alakítani, hogy a vállalkozások megéljenek, tudjanak gyarapodni, hiszen ha gyarapodnak, az mindenkinek jó, nem csak magának a vállalkozónak, hanem nagyon jó az egész társadalomnak, hiszen a termelés az fellendül, és azért is nagyon jó, mert több munkahelyet tudnak teremteni, és ezáltal a munkanélküliséget is még tovább tudjuk csökkenteni, ami már ma is dicséretes, hiszen 3,5% körüli a munkanélküliség, és hogyha visszatekintünk, hogy 12-13%-ról indultunk még 8-9 évvel ezelőtt, ez valóban azt jelenti, hogy erősödnek a gazdaság szereplői, és a munkahelyek száma az már olyan szinten van, hogy aki akar és tud, az tud magának állást terülni. Természetesen az országban vannak különbözőségek, az a célunk, hogy a legkevésbé fejlettebb régióban is ez be tudjon következni. Visszautalva még az első ülésre, az őszi ülésszak keretében sokan láthatták, hogy milyen események történtek. Ennek fényében kérdezném, hogy milyen az ellenzékkel való együttműködésük? Ahogyan az elején mondtam, hogy és nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy én itt a 17. kerületi Rákosmenti Önkormányzat minden egyes képviselőjének, polgármester úrnak, mindenkinek, kormánypártiaknak, ellenzékieknek is nagyon jó munkát kívántam. Ezt én komolyan is gondolom, mert azt gondolom, hogy itt a kerületben egy olyan politikai kultúra alakult ki, és ezt tapasztalhattuk, hogy a képviselőtestületi üléseken legyen szó ellenzékről, legyen szó kormánypártiról, azt kell szem előtt tekinteni, hogy Rákosmente fejlődjön. Mi jó az itt élő embereknek? Itt nem volt jellemző az eddigiekben az, hogy trágárságokkal, beszólásokkal színesítsék úgymond a képviselőtestületi üléseket. Én azt remélem, hogy ez így is fog folytatódni, és nem fog begyűrűzni ide az, amivel sajnos rögtön az első parlamenti ülésnapon kezdtünk már, amikor nyomdafestéket nem bíró szavakat, kifejezéseket mutatott fel egyik képviselőtársunk. Ez megengedhetetlen minden képviselő részéről. Én azt remélem, hogy az országházban is majd házszabályszigorítással ezt lehet orvosolni, és azt is remélem, hogy a mi rákosmenti várunkba, úgymond az önkormányzatunkba ez nem fog begyűrűzni.
Zárásként akkor egy személyi kérdés. Ugye az elmúlt időszakban sokan tudhatták, hogy olyan rengeteg bizottságban, illetve rengeteg területen közre működik. Ezek megmaradnak-e a következő időszakra, illetve bővülni fognak esetleg? Valóban a két fő bizottságom az változatlan, tehát a kulturális bizottság, amelyben oktatással, kultúrával, médiaügyekkel tudok foglalkozni, és a törvényalkotási bizottság, amely gyakorlatilag minden törvényt végig tárgyal. Ez egy olyan fő bizottság, amelynek azért örülök, hogy tagja lehetek, mert az ember így mindenre rálát. És azt gondolom, hogy képviselőnek feladata az, hogy ne csak a saját szakmájából adódó törvényekkel legyen tisztában, meg ne csak azzal, amely az adott körzetet illeti fejlesztésekben például, hanem mindennel képben kell lenni, így pestélyesen fogalmazva. Ezen túl természetesen a családpolitika továbbra is kiemelt terület, amellyel foglalkozom. És hát az utóbbi időben pedig a külügy, illetve a külügyön belül az is a kulturális diplomácia területe, de ezen kívül természetesen, illetve ezek előtt fogalmazunk inkább úgy, a legelső az a rákosmenti ügyeknek a képviselete és a vitele, minden egyéb az ezt követően történik. Én nagyon sok sikert kívánok az előttünk álló időszak teendőihez, és köszönöm szépen a beszélgetést! Én is köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!